Létszámleépítéssel, intézménybezárással és akár a gyermekétkeztetés drágulásával járhat a kerületekben az iparűzési adó csökkentése. A kis- és középvállalkozások mellett januártól az egyéni vállalkozók terhei is a felére csökkennek. Híradónak a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke azt mondta, folytatódik az önkormányzatok kifosztása. Karácsony Gergely ennél is erősebben fogalmazott, szerinte az önkormányzatiság kivégzéséről van szó. A Fidesz azonban állítja, a fővárosnak több mint 200 milliárd forint megtakarítása van. Ezzel folytatódik az önkormányzatok ellehetetlenítése és kifosztása. A miniszterelnök legújabb intézkedésével nem csak a közvilágítás, de az óvodák és bölcsődék is megszűnhetnek majd a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint. A kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók iparűzési adóját január 1-től a felére csökkentjük. Szombati bejelentésében Orbán Viktor hozzátette, a 25 ezer fő alatti településeket kompenzálják, a nagyobbak helyzetét egyenként tekintik át az adókiesés után. Gémesi György szerint az iparűzési adó részleges elvétele a tanácsrendszernek nyit utat. Otthon is úgy van a háztartásban, hogy annyi pénzt tudunk elkölteni, amennyi van. Hogyha az nem elegendő a kötelező szolgáltatásokra, tehát itt már nincsen sport, meg kultúra, meg más, a kötelező szolgáltatásokra, akkor mehetünk a pártbizottságra, és kérhetjük a pénzt, hogy azt egészítsék ki. Az adó elvonással a 18. kerület 1,5 milliárd forinttól esik el. A létszámleépítések mellett akár intézménybezárások is jöhetnek. Könnyen lehet, hogyha rákényszerülünk, akkor azt kell mondanunk, hogy nem tudunk mondjuk 22 óvodát fenntartani, vagy nem tudunk 20 bölcsődét fenntartani, és könnyen lehet az is, hogy azt kell mondanunk a kerületi kézilabda csapatunknak, hogy nem tudja az önkormányzat mostantól finanszírozni azt a rendkívül értékes sport életet egyébként, amit ők képviselnek. Ferencváros polgármestere már arról beszélt, a szociális támogatásokra is kevesebb jut majd. A több milliárdos elvonás miatt az iskolai gyermekétkeztetés is drágulhat. Mi most például jelentős részét fizetjük a térítési díjaknak a szülők helyett, ezt mondjuk nem biztos, hogy majd meg tudjuk tenni. A miniszterelnök szavaira Karácsony Gergely is reagált Facebook oldalán. A főpolgármester szerint Orbán Viktor a magyar önkormányzatiság kivégzését jelentette be. Híradónak küldött válaszában a Fidesz azt hangsúlyozza, hogy a főváros több mint 130 milliárd forint állampapírral rendelkezik, készpénzállománya pedig több mint 80 milliárd forint. A városnak nagyon jót tenne, hogyha Karácsony Gergely egy hétre kikapcsolná a Facebookját, és az egyébként rendkívül felkészült hivatali munkatársak által készített anyagokat elolvasná. A portfólió számítása szerint Budapest nagyjából 24 milliárd forinttól eshet el az iparűzési adó felezésével.